Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi vagyunk az életlánc elfogadó és végrehajtó gyöngyszemei. Élénk éberséggel díszítjük a füzért, hű szolgái a pillanatnak. Ő tálal, mi fényesítjük a kanalat. Az asztal a mi munkától lesz pompásabb. Összetartunk, összedolgozunk. Őrizni magunkat és másokat, ennyit tehetünk, ennyit kell megtennünk, minden egyes pillanatért. Nemes gyöngyszemei a hírhozónak. Általa emelkedik szellemünk a kiszámíthatatlanul szeszélyes jövőbe. Véle, kart, karba öltve, együtt mozdulva síklunk az időben, hogy egyszer az elhervadt gondolatok gyertyalágjában keljünk új életre. Márai Sándor szavaival nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét egy nagyszerű eseményen itt a településen, a Margaréta asszony kórus által szervezett kórus találkozón. Először felkérem Szűcs Sándor polgármester urat, hogy nyissa meg a mai találkozót és köszöntse a vendégeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kórustagok, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt Zombán. Öröm ilyenkor bejönni a Zombai Művelődési Házba, amikor így tele van, és főleg ezek a gyönyörű Duna túlsó feliről kolocsai hínzés ruhákkal. Örülök, hogy sikerült átúszni a Dunát, itt vannak ezen a kórus találkozón. Ma a kórus találkozó, vagy a kórus, mint fogalom, ez a zenével, az énekkel szorosan összefüggő fogalom. Az ének egy emberiséget végig kísér. Ha arra gondolunk, hogy kedves jó anyánk kis csecsemőkorunkban a csicsinya babujától elkezdve énekelgetett nekünk, illetve sajnos az utolsó útunkat is énekszóval fogják majd kísérni, de hát maradjunk a köztes időszaknál, annál az időszaknál, amikor aktív korunkban tudjuk, hogy mit énekelünk, és tudjuk azt, hogy milyen alkalomkor, milyen ének, milyen dal fakadhat a szánkra. Ha jó kedvünk van, azért dudorászunk, ha szomorúak vagyunk, azért dudorászunk. Mindenre van ének. A mai nap, és kiindulva a házi gazdáktól, a Margaréta asszonykórustól, egy kicsit másabb. Tehát ez már nem az a spontán éneklés, spontán dudolgatás, hanem itt már egy kicsit művészi fokú előadásokat fogunk hallani. Azért bátorkodom ezt mondani, mert nem az első ilyen kórus találkozón vagyok itt, és nem az elsőt nyitom meg. Mindig magas színvonalon szoktak ezek lezajlani. És a Margaréta asszonykórus nem engedheti meg, hogy nem hozzájuk hasonló minőségű, karakterű egyesületeket hívjon ide. Azért bátorkodtam ezt az előbbi kijelentésemet megtenni, hogy itt ma egy színvonalas kórus találkozó lesz színvonalas csoportokkal. Én nagyon bízom benne, hogy akik itt vannak a Duna túlsó feléről, azok Zombát egy kicsit megismerik. Talán már margarétásokkal találkoztak másik találkozók, kórus találkozókon, de maga a település az lehet, hogy elválasztja egy folyó a túlsó felétől, kevesebben ismerik. Hát én most nem szeretnék belemenni itt Zomba bemutatásába, csupán annyit kell tudni róla, egy 2000 fős település, és azt mondtam, hogy köszönjük szépen, jól el vagyunk itt a Duna innenső felén. Zombának megvan mindaz, ami egy ilyen 2000 fős településnek meg kell, hogy legyen, sőt, talán sok esetben egy kicsit több is. Főleg ilyen programok teszik még színesebbé, mint ez a mai is. Önök ide hozták mindazt, amit önök tudnak, hát a zombaiak meg bemutatják azt, amit itt a zombaiak tudnak, amit mi tudunk. Nagyon bízom benne, hogy nagyon kellemes délutánnak lehetünk majd szem- és fültanúi, és kívánom önöknek azt, hogy érezzék magukat jó Zombán. És nyilván, hogy a mi lányaink, a Margaréta kórus is megy, hiszen tudomásom szerint ez ilyen viszontlátogatásos találkozó, akkor ugyanezt
kapják, ugyanezt fogják érezni önöknél is, hiszen nem idegen számunkra, meg számunkra se, ugye a Duna túlsó fele távolságban nincs messze, hát csupán valamikor közénk húzták a szabályozáskor a Dunát, de azért a szexádi Szent László hídon azért át tudunk mi is gurulni, és ha megyünk az Artörtel, akkor nagyon sokszor végig megyünk az önök településein. Én még egyszer kívánok önöknek nagyon kellemes délután, felszabadultan, és tényleg ez a kórus találkozás, ez nem verseny. Itt a zsűri nem fog pontozni, mint tegnap este a röpőpávába, ugye a kis gyerekeket, hanem ez önökért van, egymásért vannak, és mi pedig részesei lehetnünk itt a képviselő társaimnak, társaimmal ennek a csodálatos délutánnak. Bízom benne, hogy mi is fel tudunk szabadulni az önök énekétől, az önök dalaitól. Nagyon kellemes délután kívánok mindenkinek. Köszönjük polgármester úr kedves szavait, és mielőtt még valóban az éneké lenne a színpad, fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a Zombai Hagyományőrző Egyesület ifjúsági tánccsoportját, akiktől sárközi táncokat fognak látni. Thank you.
Köszönjük szépen, és akkor most az Onnenblume német nemzetiségi kórus következik, és akkor közben elmondom, hogy meg fogom várni mindig, amíg a kórusok feljönnek a színpadra, és akkor utána fogom elmondani a bemutató szöveget, úgyhogy csak nyugodtan mindenki jöjjön. Az Onnenblume német nemzetiségi kórus 2001-ben alakult, és 2005-től az Ombai Hagyományőrző Egyesület kultúrcsoportjaként működik, a Néptánccsoport és a Margaréta Asszony kórus mellett. A kórus legfontosabb célja a magyarországi németek csodálatos népdal kincsének megőrzése. A népdalokon kívül az alkalomnak megfelelően német, olasz, magyar vagy latin nyelvű műdalokat és kórusműveket is műsorokra fűznek. 2010-ben Donau Schwaben Berlin Birkenau címmel CD-lemezfelvételt készítettek, melyen magyarországi német népdalok és népdalfeldolgozások hallhatók. A kórus szakmai zsűriben is rendszeresen megméretteti magát. Először 2007-ben arany, 2010-ben dicséretes arany, majd 2013-ban kitüntetéses arany minősítést kaptak. Ez évben pedig a Landesrat minősítő hangversenyén két kategóriában is kitüntetéses aranyfokozatot értek el. A Margaréta Asszony kórussal a kezdetektől fogva baráti kapcsolatot ápolnak, és sok közös rendezvényen vesznek részt. A mai meghívásukat is nagy örömmel fogadták. Műsorukban hallgassák meg a következő dalokat. Guter Mund, du gehst so stille, jóságos hold, olyan csendesen jársz. Einmal wieder glücklich sein, csak még egyszer boldognak lenni. Das Leben bringt groß Freude, a szerelem nagy öröm. Heut is nix, heut trink ich nix, ha jól mondom. Ma nem eszem, nem iszom semmit. A kórus művészeti vezetője Szili Lajos, harmonikán kísér Keller Antal. Fogadják sok szeretettel! Gottes Güte.
Ich bin, ich sorge euch.
Érsekfalvi Népdalkör 1986-ban alakult. Fennállása óta a magyar népzene ápolásáért fáradoznak. Eredményeik 2 magyar rádió hangfelvétel, 2 CD felvétel, 8 országos aranyminősítés, amelyből 1 aranyminősítés a Kárpát-medencei Vas Lajos versenyen történt. A hagyományőrző címet is megkapták a Kordától. Érsekhalmáért kitüntetés tulajdonosai, az erdélyi Györgyfalvával, a vajdasági Ludas községgel a testvérkapcsolat kialakításának kezdeményezői, ápolói. 2017. novembere óta gyermekek is énekelnek a Népdalkörnél, aminek nagyon örülnek. Napjainkra sajnos megfogyatkozott a létszámuk. Átalakult a repertoárjuk. A jeles napok köré teszik talaikat, hogy gyerekekkel közösen tudjanak énekelni. Ma Szent András havának jeles napjairól énekelnek egy csokrot. A Rátóti legények, Köttől fátyolos a szemhatár, Elment a madárka, Szent Mártonnak ünnepén, Márton napján libát eszünk. Alakulásuk óta Takács Lajosné énekzeneszakos tanárnő vezeti a Népdalkört. Fogadják őket sok szeretettel. Elvágintottak
hibát teszünk, s egész évben nem éhezünk. Ha a csontja hosszú fehér hóba borít minket a tém, Erzsébet, ha rázogatja Dunáját, seberhetjük, ha vasázunk utcáját. Ha Katalin kopogós, a karácsony tocsogós, András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok kövér disznónak, disznó torban sürgünk, forgunk, malacfület kóstolgatunk. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok kövér disznónak, disznó torban sürgünk, forgunk, malacfület kóstolgatunk. Köszönjük szépen, és nagyon sok kitartást a gyerekeknek, hogy megmaradjanak minél tovább a dalos kedvük, és maradjanak a kórusban. Most pedig a Margaréta asszony kórus következik. Az Zongorai Hagyományőrző Egyesület asszony kórusaként indultak 1995-ben. Azok az asszonyok alapították, akik a Hagyományőrző Egyesület tánccsoportjából kiválva még mindig nagyon aktívak, elhivatottak és mondhatni közösségi emberek voltak. Tolhácsi József ösztönzésére 14 fővel alakították a kórust, és még 1995-ben szakmai és művészeti vezetőnek egy személyben Szabóné Gáncs Tündét kérték fel, aki nagy örömmel és nagy kihívással, szakmai elköteleződéssel vállalta a kórus művészeti vezetői felkérését. Tünde mondhatni már a kezdetektől a mai napig meghatározó és példaképe a Margaréta asszony kórusnak, neve a kórus védjegye, a zombaiak elismerésének a birtokosa. Tünde nevéhez fűződik még az asszony kórus Margaréta elnevezése is, hiszen az ő kedvenc virága. Ma már a köztudatban a zombai Margaréta asszonykórusként szerepelnek. Először a falu rendezvényein mutatták meg hangjukat, tapsot varázsolva, elégedett és büszke mosolyt csalogatva a közönség, elsősorban a családtagok, barátok, ismerősök arcára. Szinte észre sem vették, és már a Cinege Madár énekversenyen daloltak. Majd országhatárt átlépve Németországban és Szlovákiában szerepeltek. Természetesen mindenhol nagy sikert arattak, miközben a közösséget formálták, példát mutattak, és nem utolsó sorban a hagyományokat ápolták, ápolják jelenleg is. A sok szereplés és siker szinte magával hozta a megmérettetés igényét is. Az eddigi legnagyobb sikerük, amit elértek, az aranypálma nagydíj. Eközben 2005-ben és 2016-ban kettő saját CD-t is kiadtak, amire nagyon büszkék, és szeretettel adják más kárusok, kórusoknak ajándékként. A népdalok iránti szeretet és tisztelet irányítja munkájukat. Fő céljuk a magyar népdalok hiteles megszólaltatása, így repertoáriukban több tájegység dalai szerepelnek, megtalálhatóak. Keresik más éneklő csoportok, kórusok barátságát, és törekednek ennek megőrzésére. Mottójuk, népdalokat énekelni csak szívből, szívhez szólóan érdemes. A kórus minden jelenlévőnek örömteli, áldott karácsonyt és boldog újesztendőt kíván, hiszen nem sokára itt a karácsony. Most pedig karácsonyi népénekeket és alkalomhoz illeszkedő egyházi énekeket adnak elő. A csoport vezetője Csiki Gyuláné, művészeti vezető Szabóné Gáncs Tünde. Fogadják sok szeretettel a házigazda Margaréta asszony kórust. Betlehem kis faluja, a karácsony.
Valahány e háznak lakosai vannak, a
Thank you.
énekelést hallották. Hát eszembe jut a mottótok, hogy ugye énekelni csak szívből szívhez szólóan lehet. Hát magam részéről lesz siker. Úgyhogy akár mondhatom, hogy én már így az adventet is elkezdeném és megnyitanám a gyertyát. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen. Most pedig a nagybaracskai gyöngyös bokréta hagyományőrző néptalkör következik. A nagybaracskai gyöngyös bokréta hagyományőrző néptalkör 2007. április 26-án alakult. Céljuk a népdaléneklés mellett a helyi népviselet megjelenítése, megőrzése. Az elmúlt évek alatt aktívan vettek részt községünk kulturális életében. Hagyományát tették a szüreti mulatság rendezvényét, mely megmozgatja a falu apraját nagyját, közel 100 fő népviselező öltözött fölvonulóval. Környékbeli települések rendezvényeinek aktív résztvevői. Kapcsolatokat építenek ezen települések hagyományőrző csoportjaival. Részvételükkel támogatják községük nyugdíjas, iskolás és óvodás rendezvényeit, és a nagyobb egyházi ünnepeken is jelen vannak. Népzenei találkozókat szerveznek alkalmanként 8-10 település részvételével. 2013-ban a Kóta által szervezett térségi népzenei minősítőn kiváló, 2015-ben az országos népzenei minősítőn ezüst minősítést szereztek. A népdalkörnek jelenleg 18 tagja van. Műsoraikat saját gyűjtésből közösen állítják össze, mely általában egy népdalcsokorból, egy üveges, párnás vagy lánytáncból áll. A népdalkör citerán kíséri Király János, a csoport vezetője Hegedűs Erzsébet. A mai napon pedig egy libás népdalcsokrot énekelnek, majd egy párnás táncot láthatnak. Nagyon köszönik a zombaiak meghívását, és fogadják nagyon sok szeretettel műsorukat. Magam is kiülök, mert
Édesanyám.
A nagyvaracskai gyöngyös bokréta népdalkört hallották. Most pedig az öreg cserkői Őszi Rózsa asszony kórus következik. Köszönti Önöket az öreg cserkői Őszi Rózsa asszony kórus. Kérjük, töltsenek egy kis időt a Kalocsaváros egyik szállási asszonyaival, az öreg cserkői asszonyokkal. Egy régi hagyományt dolgoztak fel, az adventi 9. járást, ami a katolikus magyar keresztény nép körében elterjedt népi ájtatosság volt. Advent időszakában december 15-én kezdődött, és december 23-áig tartott. Öregcsertőn, e kis faluban esténként az asszonyok más és más családokhoz viszik el a templomban előzetesen megáldott szent családképét. A házigazdák szeretettel fogadják, helyjel kínálják őket, és velük együtt imádkoznak, énekelnek. Amikor befejezték az éneklést és az imádkozást, az asszonyok a képet tovább viszik a következő házhoz. Nézzük, mindez hogyan történik.
szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet áll. Nincsen, aki befogadja őt, ki égnek, földnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkire száll, csak a szent szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek, fogadjátok a kisdedet, házatokra boldogság száll, ha betér az égi király. Ne sírj tovább, Szűz Mária, ne menjetek ma máshova, szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Gyűjjenek már, nagyon vártuk magunkat.
házigazdákat, hogy énekeljenek velünk. Eges királynéja, mennyország csillaga, ő a fényes csillag, a szép Szűz Mária. Utazik Mária, sűrű síralomba, keresi nyughelyét, sehol nem találja. Szent József Mária, nagy útra indultak, Jeruzsálembe már szállást nem találnak. Látják Szűz Mária, világ megváltója. Bemész Szűz Mária, légy Kovács házába, kérvén ottan szállást, csak egy éjszakára. Hallod-e te, Kovács, könyörülj meg rajtam, adjál nékem szállást, nagyon elfáradtam. Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van. Az én szép szobáim mind elfoglalva van. De a Kovácsnak éj, vakkezetlen lánya, Istálóba, nem messze van ide, egy rongyos istáló. Betlehemi útba, ott meg is nyugható. A Kovácsnak lánya, róla gondoskodik, jól tudja magáról, ápolás jól esik. Megszülte szent fiát Szénán a jászolban. Marmok lehelnek rá hideg éjszakába. Mária könnyei hullnak Jézuskára. Oda ment a leány, gazdag Kovács lánya. Rongyos istálóban Máriát találja. Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak. Hajolj le, leányom, vödd föl szent fiamat. Lehajulnék hozzá, fájdalom nem látom. Nincsen kezem, fia, fölvönni nem tudom. Ne léhajulj a lány, kinyíltak szemei, kinyújtak karjai, Jézuskát fölvönni. Ó, csodák csodája, kinyújtván kezeit Mária szavára. Lehajolj Jézus!
látták a szemein ártatlan Jézuskát. Ugye, kedves atyám, te nagy gazdag kovács, a szűz Máriának mi nem ott áll szállást. Jaj, ha tudtam volna, a legszebb szobámba adtam volna szállást a szűz Máriának. Szent Háromság Isten áldja és engedje, áldassék közöttünk a drága Szent neve. Dicsértessék tőlünk az Úr Jézus neve, áldás és szent béke szálljon nemzetünkre. Minden Jézust, hogy megszülte a szép szűz Mária, 40 napig tartózkodván a rossz istálóban. Ottan minden atya fia, napkelet három királya, meglátogatván és mondván, üdvözlégy, Mária! 40 nap eltelte után a szép szűz Mária. Nagy örömmel, hogy szent fiát Istennek áldozza, elmönvén Jeruzsálembe, a templomba, hogy beméne, ott állott a vén Simeon, és azt jövendőte. Nem lesz maradásuk Betlehembe, mert a gonosz Heródes meg akarja öletni a kicsi Jézuskát. Még az éjszaka fölkerekedtek, és menekültek Egyiptomba. Nehéz útjuk alatt szomjaztak, melegük volt. Egyiptom első városában a pogány templomok képei összetörtek. Isten így figyelmeztette a népet, hogy az egy igaz Istent imádják. A fölbőszített nép üldözte a szent családot. Egyszer egy nagy fügefába bújt mög Mária fiával. Kettőben nyílt a fa, hogy Mária a kis Jézussal elrejtőzhessön. Szamárháton menekültek tovább, mikor egy nagy nádas közelébe értek. Mögálltak pihenni, a szamár mindjárt belehapott a nádlevélbe, de mögönni nem tudta, mert tovább kellett futniuk. Ott is maradt a szamár foga helye minden nádlevélön. Még most is látszik. Atyafiú és a Szentlélek Úristen áldja mögé háznak gazdáját mindenben. Nyeljen egy kormennyben örök boldogságot, amiért a szent képnek ő szállást adott. Szent János apostol szép kegyes áldása szálljon alá ezen tisztességes házra, amint Jézus észállt az apostolokra. Úr, szálljon reám kis édes minnyájunkra, a mögváltó Jézus kövis koronája, jöjjön ezen háznak ajtaja zárvája. Nénye van gélista, álljon négy sarkába, legyen őrzője a drága szűz Mária. Este van már, késő este, készüljünk a pihenőre, zengjen mindannyiunk nyelve, dicsértessék Jézus.
áldjon Isten jó éjszakát! Köszöntjük a Szűz Máriát, küldje hozzánk szent angyalát, adjon Isten jó éjszakát. Jöjj el velünk, Szűz Mária, ezen sötét éjszakában. Fellépései során. Ebből 54 ma is élő, kevés próbával színpadra állítható. Az indulás éveiben a tagok által hozott gazdag anyagból válogattak. Szívesen emlékeznek Sós Sándor bácsira, Rácz Andrásné, Mócs Lajosné, Szalai Józsefné, Kovács Ferencné, Őrsi Papa és mások dalolására. Ma három népdalcsokrot énekelnek. Ezek részint hadai gyűjtésűek. A harmadik, Székely csokor, részint Tolna megyei gyűjtés, részint a Csátaljaiaktól tanult két dalból áll. A citerások tanítója Márton István, a csoport vezetője Dr. Csebéla. Fogadják sok szeretettel! Sem a zsörtől, sem a torzolulatot.
Lajos István nevet.
pedig még emberig igazabbat, mint voltál. Vártalak, rózsám, az este, de sokáig. Egész éjfél után három óráig. Nem győztelek várni, rózsám, ne is gyere már. Másül az ölembe, te nem kell lesz már. Üssön meg, babám, a mennyi. Akkora, mint egy balonk, halálodat nem kívánom, de ha megüt, azt se bánom. Ölje meg a fene magát, ameddig éri a kabát, ne úgy egye, mint a hagymát, reszelje meg, mint a tormát. Te voltál szeretőm, nem már, üssön beléd annyi lamlát, nyolc garasnak még a fele, ölgött volna meg a fene. Kis kertembe fügefészek, én a legénynek nem hiszek, mert a legény leány csaló, mint akasztó fára való. Jó bort iszom, diófával tüzelek, kis pejlovám csárda előtt feszelek, kocsmáros marcsalánya nézzel meg, lovám hátán jó áll-e még a nyerek. Lovám hátán félre csúszott a nyerek. Nem jó nyergel, te fel a lovász gyerek. Gyere, fiam, megtanítlak nyergelni, hogy kell a lányt a kapuba ölelni. Thank you.
sütörtén népdalszört hallották, és ezzel a színpadi fellépések befejeződtek, de a mai napnak még természetesen nincs vége. A Margaréta Asszony kórus megköszöni a szponzoroknak és a támogatóknak a sok-sok segítséget, a polgármesteri hivatalnak, a Hagyományőrző Egyesületnek, Varga Andrásnak, Domokos Bélának, és végül de nem utolsó sorban a családtagoknak, akik meleg szeretetükkel mindvégig mellettük álltak, és segítették, támogatták a próbákat, fellépéseket. Most pedig az emléklapok átadása következik, felkérem Szűcs Sándor polgármester urat, Csiki Gyuláné csoportvezetőt és Tolácsi Józsefet a Hagyományőrző Egyesület képviseletében, hogy jöjjenek ide előre, és akkor az ajándékokat, emléklapokat adják át. És akkor szólítom a csoportokat, és kérem, hogy a képviselő vezető legyen szíves ide előre jönni. A Sonnenblume német nemzetiségi kórus vezetője, képviselője. Érsekalmi népdalkör képviselője. Nagybaracskai Gyöngyös Bokrét a Hagyományőrző népdalkör. És most pedig átadom a szót Csiki Jancsának. Én meg szeretném köszönni a polgármesterünknek, hogy mindig mellénk áll, bármikor kérjük a buszt, vagy valami segítséget, hogy tőle mindig megkapjuk, és szeretném megköszönni. A Csiki Jancsa nagyon jól tudja, és én mindig ezt szoktam mondani, hogy ezt nem én adom, ezt a falu adja, még két-két is olyan itt van. Ja, hogy szellek, én is itt vagy. Köszönöm szépen. És a Józsinak is szeretnék megköszönni, az Egyesület titkárja. Ő nagyon sokat segít nekünk szervezésbe, és ő is mindig nagyon mellettünk áll. És akkor nem
utolsó sorban a műsorvezetőnknek, akit ha hívunk, ő mindig jön. Soha nem mondta még nekünk az, hogy nem. Mindig elvállalja segítségét, és fölajánlja. Nagyon szépen köszönjük a kórus nevében. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a megkívásokat is. Érezzék jól magukat. És akkor még mindig nincs vége, mert hogy egy közös énekkel szeretnék a közönséget és saját magukat is megörvendeztetni a fellépő csoportok. Én a magam nevében és a zombaiak nevében köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, köszönjük, hogy színessé tették ezt a mai délután. Kívánunk mindenkinek továbbra is nagyon jó egészséget, kitartást, ápolják továbbra is a hagyományokat, mert ez nagyon fontos. És ahogy a Margaréta asszonykórus már mondta, áldott békés karácsonyt is kíván. És akkor Tündének átadom a szót, és jöjjön a közös ének, vacsora, és minden jó kívánok Önöknek. Köszönjük szépen! Adventi!